Több mint 20 000 döntést hozunk, és ennek a 95%-át tudatalatt. Melyik zoknit vegyük fel? Melyik cikket olvassuk el? Lelépjünk el a járdáról. Mivel ez elképesztő energiát emészt föl, az agyunk folyamatosan a kiskapukat, az egyszerűsítés lehetőségeket keresi. Manapság a 21. században a hangsúly a sebességen és az informáltságon van. Mindez egy olyan környezetben, ahol naponta annyi információval találkozunk, mint egy 15. században élő ember egész élete során. És ebből a halmazból kell valahogy nekünk kihámoznunk a számunkra hasznos és fontos információkat. Így akarva akaratlanul azokat a válaszokat preferáljuk, amelynek sem a megszerzése, sem pedig a megértése nem igényel különösebb energiát. Nem véletlenül szokták mondani, hogy a Google második oldalán érdemes elrejteni egy hullát, mert ott senki sem jár. Ez a fajta gondolkozás kövezte ki a szuperszegmentáltság felé utat is, vagyis egy nagyon-nagyon sokrétű és szerteágazó világban élünk. Manapság ritkaság számba megy ez a polihisztor, aki az élet minden területét áthatóan, alaposan, mélyen és napra készen ismeri. Kevés embernek van pontos tudása arról, hogy miként működik a számítógépe, hogyan megy az autó, amit vezet, mi az oka a társadalmi mozgásoknak, vagy hogy hogyan kéne szív- és érrendszeri betegségeket gyógyítani, illetve hogy melyik festő melyik korban alkotott. Éppen ezért azokon a területeken, amelyeken kevésbé vagyunk jártasak, hajlamosak vagyunk a leegyszerűsítő válaszokat elfogadni. Ez vezetett nem máshova, mint a post-truth világába, vagyis az igazságon túli világba, ahol már nem számítanak az adatok, a tények és a szakértői vélemények, hanem sokkal inkább a személyes benyomások, érzések és tapasztalatok. Manapság mitoszok keringenek a generációkról. Amikor 4 évvel ezelőtt ezen a színpadon álltam, akkor éreztem, hogy ez a generációzás, ez csak a jéghegy csúcsa. Ugye az, hogy az embereket korosztály születési dátum alapján tesszük csoportokba, és ruházzuk föl őket különféle tulajdonságokkal, úgyhogy az elmúlt éveket azzal töltöttem, hogy lefúrjak a téma mélyére, és ez annyira jól sikerült, és annyi érdekességet találtam, hogy még egy könyvet is írtam belőle. Ezek a mítoszok igazából velünk vannak már nagyon régóta. De viszont azt is tudjuk, hogy minden mítosznak van valami valóság alapja. A gnoszoszi palota létezése az vitathatatlan. A hatalmas, fényűző, 1000-nél is több termet tartalmazó épület együttesnek a romjai között még ma is nyugodtan bolyonghatunk, ugyanakkor az nagyon valószínű, hogy a Minotaurus pusztán a képzeletnek a szüleménye. De mi is az oka, vagy miért beszélünk ennyit a generációkról? A generáció elmélet lényege, hogy a formatív éveink alatt, tehát elsősorban tinédzser és fiatal felnőtt korban vagyunk a legérzékenyebbek, hiszen ekkor alakítjuk ki az identitásunkat, és ekkor formáljuk ki a véleményünket a világ, bennünket körülvevő világról, azt, hogy mit gondolunk a társadalomról, a politikáról, a gazdaságról. A környezet és a korszám, tehát amelyben élünk, meg fogja határozni a világnézetünket. Érdekes módon 150 évvel ezelőttig a generációk a kutyát sem érdekelték. Darwinnál és a fajuk eredetével jelent meg először az igény, hogy az emberiség történetét evolúciósan, tehát a nemzedékek változásával értelmezzük. Egészen addig a pontig csupán egy definíciója volt a generációnak, és ez igazából egy vertikális definíció volt, tehát nagyapa, apa és fia vonalon tartották a nemzedékeket számon. Émile Littré, francia lexikológus volt az első, aki leírta azt, hogy egy nemzedék, egy generáció, ez az egykorban élő és hasonlókorú embereknek az összessége, tehát ő vezette be ezt a horizontális értelmezést. Karl Mannheim, a generációkutatás atya szerint 2 dologra van szükség ahhoz, hogy kialakuljon egy nemzedékben a generáció tudat, ugyanis ez nem feltétlenül van meg. Tehát mondjuk a baby boomerek nem feltétlenül tudják, hogy ők baby boomerek. Az egyik, ami szükséges hozzá, az nem más, mint egyfajta krízis. Ez lehet mondjuk egy háború, egy gazdasági válság, vagy mondjuk egy politikai fordulat, mint amilyen nálunk volt a rendszerváltás. A másik, amire szükség van, az nem más, mint a gyors társadalmi változások. Tehát például új technológiáknak a megjelenése, vagy pedig elhúzódó szakképzés, vagy a kitolódott családalapítás. A mai generációs hype-oka nem más, mint hogy tovább élünk, mint valaha. Mi korábban évszázadokon, sőt évezredeken keresztül az átlag életkor mindössze 40 év volt, így csak 3 generáció élt együtt, manapság már 6 nemzedéknek kell megtalálni a közös hangot. És értelemszerűen, mivel tovább élünk, emiatt több változást is látunk magunk körül. Korábban annyira hasonló volt apa és fia élete, hogy ha akartak, se tudtak volna egymásban számottevő különbséget felfedezni. Általában egyébként együtt is éltek,
egészen konkrétan egy fedél alatt, vagy pedig papucs távolságra. Aztán robbant az ipari forradalom, az emberek szépen a földekről beköltöztek a városokba, és kialakult a 8 órás munka, kialakultak a demokráciák, a közoktatás, és hirtelen a felmenőknek a megoldásai már nem voltak alkalmazhatóak ebben az új környezetben. A legnagyobb változás a korábbiakhoz képest az azonban nem más, mint az, hogy már nincs egy konkrét belépési pont a felnőtt korban. Valójában nagyon sok minden, amit szeretünk a fiatalokra kenni, az nem más, mint a posztindustriális társadalom, tehát a szolgáltatáson alapuló társadalomnak a terméke. Ezek olyan trendek, amik az 60-70-es évek óta, tehát lényegében a baby boomerek fiatalok kora óta folyamatosan felfelé vagy lefelé ívelnek. És már nincs egy kapu, amin áthaladva az ember a felnőttek világába találja magát. Ezt a 19 és 35 éves kor közötti szakaszt nevezzük posztadolescenciának. Az azt jelenti, hogy a fiatal felnőtt, az nem feltétlenül önálló fiatal felnőtt. A felnőttségnek fontos mérföldkövei vannak, amelyek akár szociológiák, akár pszichológiaiak látnak. Szociológiai szempontból fontos mérföldő például a tanulmányoknak a befejezése, a különköltözés a szülőktől, az első fix munkahely, vagy ez általában ugye egy teljes állás szokott lenni, illetve a szülőktől való anyagi függetlenség. Ehhez még zárójelben hozzátehetjük a tartós kapcsolatot, illetve a gyerekvállalást is, hiszen ezek is a felnőttségnek fontos jegyei, ám természetesen ezek nem kellenek ahhoz, hogy valakit felnőttnek nevezhessünk. Viszont vannak pszichológiai mérföldkövek is. Az egyik az a stabil személyiségnek a kialakulása. Ez azt jelenti, hogy, most, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, mik a képességeink, és ezt szerint tudjuk alakítani az életünket. Képesek vagyunk a saját életünkkel kapcsolatban egyedül önállóan döntést hozni, tehát például, hogy kivel vagyunk, hová megyünk, vagy mire költjük a pénzünket, illetve felelősséget vállal egy felnőtt önmagáért, másokért és a döntéseiért. Hogyha ezek mind megvannak, akkor nevezhetünk valakit önállónak, és nem csak fiatal felnőttnek. Azonban a korábbiakhoz képest van egy nagy különbség, az, hogy ezektől a mérföldkövektől a gyerekvállalás kivételével általában vissza is lehet fordulni, akár hosszabb, akár rövidebb időre. Tehát például, hogyha valaki mondjuk elveszíti az állását, vagy véget ér a kapcsolat, könnyen lehet, hogy visszaköltözik egy kicsit a szüleihez, amíg újra lábra áll. Hogyha megnézzük az emberi életnek a szakaszait, és rávetítjük azt, hogy melyik generáció most a jelenben hol tart, akkor láthatjuk, hogy senki sincsen nagyon egy helyen, kb. Az alfákat kivéve. Ha megnézzük a fiatal felnőtt kort, azt ugye most az Y-ok uralják, de a fiatalabbak nagy valószínűséggel még csak néhány mérföldkönnél tartanak, míg az idősebbek már, ez a szomorú hírem, ennyiesen középkorúnak számítanak. A Z-generációval is hasonló a helyzet. Míg a többség az még a kamaszkor útvesztőiben bolyong, néhányan már néhány mérföldkőnél járnak. A generációk tehát korán sem egységesek, és nagyon is sokrétűek. És arra, hogy ezt jobban bemutassuk, igazából mi készítettünk egy modellt is. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy durva is lenne azt mondani, vagy erős állítás is azt lenne azt mondani, hogy akár a Z, akár az Y, akár bármelyik generáció az egységes, hiszen van mondjuk 1,7 millió Y Magyarországon, 2,5 millió X és 2 millió baby boomer, tehát az érezzük, hogy nem biztos, hogy teljesen egyformán fognak gondolkodni ezek az emberek. Ennek a modellnek, hogyha szeretnénk egy kicsit mélyebbre menni, akkor láthatjuk, hogy 5 fő szempontja van. Fontos megnézni, hogy ki és hol, milyen körülmények között lakik, milyen szaktudása, illetve tapasztalata van, milyen anyagi helyzetben van, milyen fogyasztási mintázatokat mutat, illetve milyen a családi állapota. Így viszont már nagyon jól el tudjuk egymástól különíteni azt a 30 évest, aki mondjuk rendelkezik egy Cambridge-i PhD-vel, egy jól menő cégnél van egy nagyon jó fizetése, egyedülálló, és megteheti, hogy mondjuk fél évente 3 hétre elutazik valahova, attól a társától, aki mondjuk egy kis faluban él, van 3 gyereke, és éppen hogy létminimumon tudja tartani a családjának az életszínvonalát. Hiába egy életkorúak, teljesen mások lesznek a preferenciáik, a döntéseik és az életük. Van még egy fontos faktor, ami egy kicsit kisimítja egyébként a földrajz, illetve a kulturális különbségeket, és ez nem más, mint a globalizáció. Attól függően, hogy mennyire vagyunk bekötve a nemzetközi körforgásba, elsimulhatnak ezek a különbségek. Emiatt könnyen lehet, hogy mondjuk egy pakisztáni munkatársunkkal, akivel hasonló az életszemléletünk, hasonló élethelyzetekben vagyunk, és hasonlóképpen látjuk a világot, több közösséget fogunk érezni, mint mondjuk egy tőlünk 50 kilométerrel lakó honfitársunkkal. Van azonban két dolog, ami egy irányba tol minden egyes generációt egyszerre.
Ezek az események, illetve a különböző trendek. Ez kortól függetlenül minden generációra egyszerre hat. Például a 2008-as világgazdasági válság után jellemzően minden generáció kicsit jobban meghúzta a derékszíjat, és amikor megjelentek az okostelefonok, meg a közösségi média, akkor nem csak a fiataloknak változtak meg a kommunikációs szokásai, hanem igazából mindenkinek. Jelenleg, ahogy most beszélünk a generáció elméletről, és ahogy ezt használjuk, az nem más, mint egy túlsematizált, szűklátókörű megközelítés, amely figyelmen kívül hagyja a gazdaságot, a társadalmat, a politikát, a történelmet, a földrajzot és úgy a körülményeket egyáltalán. Egy meglehetősen komplex kérdés putít le egy egyszerű válaszra, és késztet bennünket arra, hogy ködös generációs sztereotípiákra fókuszáljunk, ahelyett, hogy végig gondolnánk, hogy ki is az, akivel szemben állunk, vagy mi is az a helyzet, amivel valóságosan nekünk most meg kéne küzdenünk. De mivel, hogyha túl komplexen vizsgálunk egy kérdést, akkor arról nem is tudunk egyáltalán beszélni, úgyhogy érdemes inkább Einstein gondolatát iránymutatású venni, tehát egyszerűsítsünk le mindent annyira, amennyire csak lehet, de nem jobban. A generációs címkék arra nagyon jók, hogy nagyjából belőjünk egy korosztályt. Hogyha azt halljuk, hogy baby boomer, akkor tudjuk, hogy azokról van szó, akik a szocializmusban voltak fiatalok. Hogyha az X-ekről beszélnek, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a mai vezetőinek rétegnek a nagy részét ők teszik ki. Ha pedig azt halljuk, hogy Z-ek, akkor tisztában vagyunk vele, hogy azokról van szó, akik együtt jártak gyerekcipőbe a közösségi médiába. De olyan, hogy a baby boomer, az X-generációs vagy a Z-generációs egyszerűen nem létezik. A generációk sokrétűek, ezért a címkézésnél többet érdemelnek. Kezeljük őket ennek megfelelően. Köszönöm szépen.